Szerinted melyik játéknak van a legrosszabb folytatása? Sziasztok, Jóci vagyok, üdvözöllek a Gamer csatornámon. Ebben a videóban a legrosszabb játék folytatások kerültek be, szerintem. És azt néztem, amikor összeraktam ezt a listát, milyen nagy nevű játékok szerepelnek itt. Hát borzasztó nagy csalódásokat okozott nekem az összes játék, amit ebben a videóban találsz. Pedig nem voltak nagyok az elvárásaim. Mitől lehet egy folytatás rossz? Egyrészt a fejlesztők nem veszik észre, hogy már elmúlt az idő, más trendek vannak, és még a régit próbálják újra átmasszírozni rajtunk. Vagy csak simán nem tudták, hogy milyen újdonságokat akarnak behozni az új programba, és össze-vissza katyvaszt készítettek. Ilyen játékokról fog szólni ez a videó. És hogyha szereted a csatornámat, rengeteget tudsz segíteni, ha megnyomod a feliratkozás gombot. A Discord csatornámra pedig továbbra is várom a ti gaming setupotokról a képeket, valamint ha valamit gyűjtötök, legyen az képregény, filmek, Lego, turbórágó képek, kosárkártyák, bármi, nagyon várom, hogy dobjátok be a Discord csatornámba, aminek a leírását a Linktree-ben megtaláljátok. Nagyon vártuk, hogy a CD Realms elkészítse a Duke Nukem Forever-t. Mindenki csodát várt az új epizódtól. A CD Realms pedig szép lassan lemorzsolódott, és a hercegjogai a Gearboxhoz kerültek. Jött is a bejelentés, hogy ők befejezik a Duke Forever fejlesztését, és a játék meg fog jelenni. Végül 2011-ben, 15 évvel a legutolsó rész után a herceg visszatért PC-n, Xbox-on és PS3-on. 12 évvel azután, hogy Duke Nukem megmentette a világot, ő már egy igazi híresség, a nők báványa, minden férfi példaképe. Épp egy videójátékkal játszik, majd egy talk show-ba indul. Miközben odatart, különféle híreket hall arról, hogy az idegenek visszatértek. A fő különbség, hogy ezúttal teljesen békésnek tűnnek, és látszólag semmiféle veszélyt nem jelentenek az emberiségre. Duke műsorát elhalasztják, mert minden csatorna az idegeneket közvetíti, így hát hősünk is hazaindul. Az elnök megtiltja, hogy Duke beavatkozzon a dolgokba, mert tárgyalásokat óhajt folytatni az idegenek vezetőjével. Duke beleegyezik, bár ő és Graves tábornok nagyon nyugtalanok. Nem sokkal később megtámadják hősünket az idegenek, akik bosszút akarnak állni főhősünkön, és magukkal viszik az összes nőt. Természetesen Duke ezt nem hagyhatja annyiban. A játéknak megvolt a nagy betűs Duke Nukem hangulata. Sör, nők, Monster Truck, interaktív dolgok, baromi jó beszólások, minden klappolt. Sajnos a játékmenet ott maradt a 2000-es évek elején. Egyszerűen látszott a programon, hogy rengeteg időt töltöttek a körítésre és a hangulatra, amit sikerült is elérni, viszont minden másban nagyon alul maradt a program. A grafika rémgyenge volt, a játékmenetről nem is beszélve. A pályák unalmasak voltak, és a befejezés... Hát sajnos hagy némi kivetni valót maga után. Remélem egyszer a herceg visszatér az őt megillető helyére a gaming világban. Az más kérdés, hogy ebben a túlérzékeny PC világban van-e helye egy nőket tárgyasító, hímsovinista izomkolosszusnak. Az Electronic Arts leporolta a Red Alert sorozatot, és 2008-ban elhozta nekünk a klasszikus RTS folytatását. A történetben itt is az idő manipulációjé lesz a főszerep. A történetben nem a szövetségesek manipulálják az időt, hanem a szovjetek. Itt Einstein harap fűbe. Itt az amerikaiak nem tudnak olyan előnyökhöz jutni a történelem során, mint az előző részekben. Itt lép be történetünkbe a felkelő nap országa, Japán. A színészek és az átvezető videók alapelemei a Red Alert sorozatnak. Ebben a részben sikerült leigazolniuk J.K. Simons-t, aki egy igazi idiótát alakít, aki nem mellesleg az Egyesült Államok elnöke. Tim Curry alakítja a szovjet generálist, aki meglepően gyenge ebben a szerepben. Commander, the traitor is General Krukov. He is the dirty swallow responsible for the attempt on my life. Cut out the cancer.
destroy him before he destroys us all. Körülbelül Dr. Genya is jobb lett volna a helyére. Annyira Pirx lett a karaktere. Mikor Isten köztünk járt, olyan volt, mint bárki más. Bla bla blu 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 blu. Ja bla bli bli blu. A kampány során bevezették azt, hogy minden pályán van egy gépitársunk. Sajnos teljesen felesleges a jelenléte, sokat nem tesz hozzá a pályákhoz. Jelenléte elhanyagolható lenne, ha nem kéne megosztani vele minden kreditünket. Remek nehezítés, amikor a társad szórja a pénzt szűkösebb időben. Persze az Emmy helyettesíthető egy haverral, már sokat dob a játékmenetem, de 2008-ban ez annyira nem volt még természetes, legalábbis nálunk. Szóval maradt az Emmy. A játékmenetben semmi nem változott, ami jó is, meg rossz is. Nagyjából a recept változatlan, termeld ki, építsd fel, gyártsd le, rohand le, nyerj. Ebben az időben nagy változásokon ment keresztül a játékipar. Sokkal filmszerűbb akciójelenetek voltak, sokkal látványosabb grafika megjelenítések jöttek. A Red Alert 3-mal egy időben jött ki a Dead Space. Akkor mindenki jobban kereste az újdonságokat, amit a Red Alert 3 nem tudott hozni, és maga az RTS műfaj is igencsak leáldozóban volt. A hangulat elment, játszható volt. A csajok a játékban eszméletlenül szépek voltak. És milyen érdekes, hogy kik bukkannak fel a szereplők között. My name is Gina Carano, and I play Natasha in Command & Conquer Red Alert 3. Gina Carano, mint Natasha Volkova. Erre mondják, hogy fiatal volt és kellett a pénz. Sajnos a Red Alert 3 rossz helyen volt, rossz időben. Unalmasak voltak a küldetések, de legalább sok volt belőlük, összesen 27 darab. Talán az ilyen RTS szekény időkben jó lehet újra elővenni ezt a programot. Hogy járassuk le a világ egyik legsikeresebb játéksorozatát? A Core Designnak sikerült mélyre taszítani Lara Croftot az Angel of Darkness-szel. A történet elején Von Kroyt megölik, és a rendőrség Lara után ered. Elhagyjuk az érdekes, egzotikus helyszíneket, és helyette a beton dzsungelben fogunk barangolni. A Core Design próbálta megújítani a játékmenetet, csak üvölt a programból, hogy a készítőknek gőze sem volt, hogy mégis mit akarnak. Lara mozgása fejlődik a játék során, például egyre messzebb tud ugrani. Elfelejtette az eddigi részekből, hogy kell? A pályák nem lineárisak, nagyon el tudunk tévedni, ami inkább a frusztráltsági szintünket emeli. Megjelenik a lopakodás a játékban. Csendben hátulról kaphatjuk el az ellenfeleinket. Az előző részekben simán T-rexeket lőttünk le, itt meg osonunk, mert nem bírunk el pár marcon a fickóval. Oké. A történet Párizsban és Prágában játszódik, nekem hiányoznak a dzsungelek és az egzotikus helyszínek. Ezzel szerintem elvették a Tomb Raider játékok eszenciáját. Ami még zavaró lett az az, hogy a látvány már néha a játszhatóság kárára ment. Ilyen például Lara mozgása. Egyszerűen borzasztó lett, ahogy a lépcsőkön tipeg. Ráadásul irányíthatatlan, össze-vissza forgolódik. Előre haladásnál is hol hirtelen futni kezd, hol lassul, sétából kezdi az iramot. Sokkal nehezebben kezelhető lett az irányítás. Kisebb újdonságok közé tartozik, hogy használhatunk pénzt, például információkért cserébe. Sok az új fegyver, a nyomozásban pedig Von Kroy naplója nyújt nekünk majd segítséget. Ennyi apróság került a játékba. A játék legnagyobb újdonsága viszont, hogy új szereplőt is kapunk, Curtis Trent néven, akit irányíthatunk is, de minek? A Tomb Raiderek mindig Lara-ról szóltak. Sajnos itt hullott porba Lara képzeletbeli koronája. Hála égnek, a Crystal Dynamics valamennyire visszaállította a régésznő régi renoméját. A Diablo 3 kicsit kakuktojás ebben a videóban. A második rész maga volt a tökély. Sötét dark fantasy remek karakterekkel, brutál jó történettel és jól balanszírozott itemekkel. A Diablo 3-nál a rajongók rögtön elkezdtek sírni, hogy a világ nem elég sötét és komor, tele van fénnyel a program. Ez valahol jogos, valahol pedig nem. Értem én, hogy mindenki nyomort és gyötrelmet várt attól a programtól, ami a legnagyobb gonoszról kapta a nevét, viszont annyira nem volt rossz, mint amennyire azt a
rajongók mondták. Persze azért a Blizzard is beijedt, és az első bejelentések után hosszú szünetet tartott, mert gyökereiben megváltoztatták a játék koncepcióját. A főbb karakterek visszatértek. Volt barbárunk és varázslunk. Kaptunk egy nagyon élvezetes Demon Huntert, ami a rógot hivatta váltani. Behozták a monkot, amit a mai napig nem értek, ez az egyetlen karakter, amit soha nem próbáltam ki. Nekem ő nem illik bele a lore-ba. Az igazi felháborodást azonban a nekromanta mellőzése hozta el. Helyette kaptunk egy Witch Doctort, ami szerintem baromi jól illik a világba, jó volt vele játszani. Egyetlen bűne, hogy az alapkiadásban vele akarták helyettesíteni a nekrót. Később a Blizzard beemelte a nekromantát, annak, aki fizetett érte, de addigra már késő volt, sokan elpártoltak a programtól. Itt volt még a live aukciós ház, ahol valódi pénzért adhattuk el a cuccainkat. Ezt a funkciót baromi gyorsan kivette a Blizzard, pedig nem egy ördögtől való elgondolás volt szerintem. Nagyon sokan hiányolták a rúnákat, hát nekem abszolút nem hiányoztak a játékból. Az, hogy sokan szitták a Diablo megjelenését a programban, azt meg egyenesen nem tudom hová tenni. Itt egy női szereplőből jelenik meg a terror ura, és szerintem baromi jól néz ki. Összességében én élveztem a történetet, a Witch Doctort, úgy unblock az egészet. Sajnos mérhetetlen rajongói elvárások és a Blizzard hibái miatt került bele ebbe a videóba a Diablo harmadik része. 1997-ben megjelent a Mortal Kombat 4, ami akkora pofon volt nekünk játékosoknak, hogy a falatta a másikat. A széria átköltözött az akkor igen népszerű harmadik dimenzióba, ahol éppenséggel a Tekken uralta a műfajt. Ez eddig rendben is lett volna, hiszen haladni kell a korral, és gondoltuk, hogy ideje megszorongatni valakinek a Tekkent. Hát csúfos kudarc lett a Mortal Kombat 4. része. A grafika igaz, hogy 3D-s, de baromi ronda volt és szegényes. Ha ránézünk a karakterekre, nem érezzük azt, hogy húsvér harcosokat irányítunk. Úgy tűnik, mintha a karok és a lábak teljesen függetlenek, önállóak lennének a testtől, nem is beszélve az olyan apróságokról, mint amikor kitörjük ellenfelünk nyakát vagy karját, és ő ezzel mit sem törődve tovább folytatja az összecsapást. A grafika terén egyedül talán a pályákkal lehettünk elégedettek. Grafikailag nincs velük különösebb probléma, de azért csodát ne várjunk tőle, hiszen a környezet még csak nem is rombolható, mint a többi játékban. A hangokról és a zenéről viszont nem sok jót lehet elmondani. Utóbbi teljesen átlagos, amolyan intenzív nyöszörgés. Az előbbiből sem mondhatunk pozitívabbat, hiszen harcosaik a küzdelem alatt ugyanazokat a csatakiáltásokat ismételgetik, ami egy ideig jobbofának tűnhet, de hosszú távon roppantul idegesítő. Innentől a széria sokáig nem talált magára. Csoda, hogy Ed Boonéknak sikerült feltámasztani a Mortal Kombat becsületét. A szeretet, amit látasz, ne habozz, higgyelj, hogy nem maradj le semmiről soha.